Fehérvár bölcsője ismét új lakóját várja. A kis jövevény júliusban fog érkezni. A nemét és éppen ezért a nevét még nem lehet tudni. Az édesanyának azonban nem lesz idegen a bölcső, hiszen már első gyermekét is ebben ringathatta. A második gyerekkel sajnos lecsúsztunk, tehát ott is próbálkoztunk, de akkor éppen másnál volt, és akkor most megint nagyon örültünk, hogy akkor a harmadik gyerekkel, és itt így egyébként be is fejezzük a családalapítást, és így nagyon szép keretbe foglaljuk, és akkor megint a vándorbölcső nálunk lesz. A Széna Egyesülete a házasság hetihez kapcsolódóan immár 23. alkalommal adja át Fehérvár bölcsőjét. Bálesné Elekes Rita az egyesület elnöke elmondta, hogy a szervezetnek már 3 bölcsője is van, melyek időről időre új családhoz kerülnek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy Fehérvárnak is legyen egy ilyen bölcsője, ami felhívja a figyelmet a kisgyermekeknek a vállalására és a családalapításra. És ehhez kötődik az idejében egyébként még a házassághetés programunk is, ahol már régebb óta házasságban élők pályáztak. A Széna Egyesület elnöke hozzátette, a cél az, hogy felhívják a figyelmet a házasságra és a család értékének fontosságára, a programsorozat idei szlogenje pedig az állandó megújulásban. A vándorbölcső átadása kapcsán Deák Lajosné családügyi tanácsnok úgy fogalmazott, hogy a családok életében a gyermek érkezése óriási öröm, amely számos komoly feladattal és változással jár együtt, a házasság hete pedig egyebek mellett erre hívja fel a figyelmet. Ez a hét ráfigyel, arra is figyelmet fordít, hogy a házasságnak mekkora jelentősége van, hiszen egy nő és egy férfi életében a házasság egy óriási nagy dolog, utána az Isten ajándéka a gyermekei. Nagyon fontos, hogy segítsük és támogassuk őket. A házasság hete kapcsán a Széna Egyesület ismét meghirdette a Hívd Randira házastársadat pályázatot, melynek lényege, hogy a párok töltsenek el közösen egy kis időt, a randevún készítsenek egy közös fotót és röviden írják le történetüket. A felhívásra 19 pályázat érkezett, gazdára talált egy külön díj, mely egy privát páros pihenő volt, a további nyeremények között pedig páros fürdőbérlet, exkluzív táncest táncoktatással, páros brunch meghívás, amely egy különleges összevont reggelit és ebédet tartalmaz, valamint egy ízlésesen összeállított ajándékcsomag szerepeltek.